Köszöntöm a Bajai Televízió nézőit! A következő közel fél órában a Bajai Rendőrkapitányság nemrég nyugdíj előtti rendelkezési állományába vonult. Kapitányával fogunk beszélgetni pályafutásáról. Köszöntöm a stúdiónkban András István rendőrezredest. Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a kedves nézőket! Mi volt az első rendőrséggel kapcsolatos élménye, miért döntött amellett, hogy belép a testületbe? Mezőgazdászként végeztem. Egy termelő szövetkezetben dolgoztam brigádvezetőként, majd bevonultam határőrséghez katonának, és a határőrségnél lehetett jelentkezni rendőrnek. Mire eljutott hozzám a hír, addigra lekéstem erről, és mihelyt leszereltem a határőrségtől, jelentkeztem ismét rendőrnek, és felvételt nyertem 1983. június 1-ével a Kecskeméti Járási Rendőrkapitányság bügyi osztályára nyomozónak. Mi motivált? Hát tulajdonképpen három dolog motivált. Az egyik, még gyermekkoromban a faluba, ahol a gyerekkoromat töltöttem, volt egy kocsmabetörés, lehettem kb. 14 éves, és ezt a kocsmabetörést nagyon gyorsan felderítették, ennek a kocsmabetörésnek az elkövetőjét, és kíváncsiság vezérelt, hogy hogyan, miként, ez volt az indítatás. Szüleim vidéki falusi emberek voltak, mezőgazdást akartak belőlem csinálni. El is indultam a pályán, jól is éreztem magam a mezőgazdasági pályán, de később nagyon sok ismerősöm, barátom rendőr lett, sokat meséltek a pályáról, és újra csak a kíváncsiság fogott meg, és így jelentkeztem a rendőrnek. És mint ahogy mondtam, Kecskeméten kezdtem meg pályafutásomat. Igen. Kecskeméten kezdtem meg pályafutását, majd Kalocsán folytatta ezt a tevékenységet, de végül a Bajai Rendőrkapitányság élén zárta. Mi vezetett idáig? Kecskeméten dolgoztam 6 évet, közben elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, és 1989-ben kerültem Kalocsára, így a július 1-ével, és ott nyomozalosztály vezető lettem. Majd 1993-tól bűnügyi osztályvezető és rendőrkapitányság vezető helyettes. 12 évig ebbe a beosztásba dolgoztam, összesen Kalocsán 16 évet, majd átkerültem 2005. márciusába Bajára, és itt kapitányságvezető lettem. 17 év 4 hónapot töltöttem el Baján, tehát többet, mint bármelyik másik állomáson. Egy picit otthonomnak is tekintem Baja városát ezáltal. Ugye karrierje során, hogyha jól olvastam, akkor összesen 33, vagyis több mint 30 elismerésben részesült. Ezek közül 2011-ben megkapta Baja város közbiztonságáért díjat. Melyik áll legközelebb a szívéhez, és miért a díjak közül? Nagyon sok dicséretet és jutalmat kaptam, mindegyikre büszke vagyok. Nem is rangsorolnám őket, nyilván a Baja város közbiztonságáért díjhez közel áll a szívemhez. Legutóbb kaptam a Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozatát, aztán voltam Báskiskun megyében az év vezetője, mind-mind közel állt hozzám, de a legemlékezetesebb, talán nagyon egyszerű kis dicséret, ami egy állampolgártól jött. 2005-ben kerültem, mint ahogy mondtam is, Bajára, és az elején, mindjárt a kezdetek kezdetén, március-áprilisban volt egy rongálás az egyik utcában, és egy idős, egyedülálló hölgynek a házának a kerítését kidöntötték. Helyszínen mentem azonnal, először a hölgy nem is akart elhinni, hogy én vagyok a rendőrkapitány, nagyon gyorsan megoldottuk a problémáját, és egyik fogadóórámra bejött, megnézte, hogy valóban én vagyok-e a rendőrkapitány, feljött a második emeletre, sosem felejtem el, alig tudott feltopogni, megnézett, leültettem, és megköszönte hálásan, és megsimogatta a vállamat. Amíg élek, nem felejtem el, hálás szemekkel nézett rám, pedig egy apró kicsi segítségről volt szó, nagyon jól esett. Úgyhogy még egyszer mondom, minden dicséret, minden jutalom jól esett. Nyilván köszönhetem a környezetemnek, a kollégáimnak, mert azt szokták mondani mindig, hogy a kudarc, az a kapitányi, a siker, az az állományi. Én azt gondolom, hogy nálunk a kudarcot és a sikert is együtt dolgoztuk fel a vezetőtársaimmal és az állománnyal, és ez nagyon jól esett
mind a pályafutásom végéig. Eddig számos állományban, konkrétan három állományban teljesített szolgálatot. A bajai állomány hogyan szerepelt az eddigiek sorában? A bajai állomány egy nagyon jól képzett, csiszolt állomány, aki rendkívül jó gyakorlatot szerzett, nagyon jó vezetői állomány van a bajai rendőrkapitányságon, és nagyon jó végrehajtói állomány. Egység van, egységben dolgoznak, azt tudom mondani, és évről évre egyre sikeresebbek voltunk, azért voltak kudarcok is, azt szokás mondani, hogy kudarc mindig a kapitányé, a siker mindig közös, de én azt tudom mondani, hogy itt is a kudarcokat, a sikert együtt feldolgoztuk, ezért is egy nagyon jó csapat ez a bajai rendőrkapitányság állománya. Az elmúlt években a bajai rendőrség is aktívan segített a határmenti munkát, ez milyen energiákat vett igénybe a szervezet részéről? Ez mindig egy plusz feladat. Vannak az alapfeladataink, de tekintettel arra, hogy a bajai rendőrkapitányságnak közel 94 kilométeres határszakasza van. Ezen a határszakaszon három kirendeltség, határrendészeti kirendeltség végzi a tevékenységét. Úgy a közbiztonság vonatkozásában, úgy a határrendészeti feladatok vonatkozásában is azt tudom mondani, hogy kölcsönös a felelősség és rendkívül jó együttműködés volt és van is közöttünk. Sok energiát elvitt az igazság az, mert mint ahogy látjuk, olvashatjuk, napról napra erősödik a migráció. De tisztességesen helytálltak a kollégák, és tisztességes eredményt értek el a rendőrkapitányság eredményei vonatkozásába, és nagyon sok köszönőlevelet kaptunk a lakosságtól, és ezt nagyon fontosnak tartom. A munkánkat tulajdonképpen folyamatosan értékelték, nagyon sok információt kaptunk, nagyon sok információval segítették a munkánkat, úgyhogy mindenféleképpen köszönet a bajaiaknak és ebből a környéki lakosoknak emiatt is. A városban számos eredmény köthető az ön nevéhez, például az új rendőrkapitányság megtervezése, illetve a térfigyelő kamera rendszer. Költői a kérdés, de mi indokolta ezeknek a bevezetését? Hát az új rendőrkapitányságé valójában elég sokat lobbiztam, ha mondhatom ezt így, és azt gondolom, hogy nem is eredménytelenül. Most már tervezés szakaszában van a rendőrkapitányság épülete, a Deszkás utcai kollégium helyén lesz az új épület. Azt, hogy mikor épül meg, nyilván azt nem tudom megmondani, de azt tudom, hogy a tervezés szakaszában van az épület. Ahány állomáson dolgoztam, mindig úgy jártam, Kecskeméten kezdtem, Kecskeméten, ahogy eljöttem, megépült az új főkapitányság, új rendőrkapitányság, én egy régibe dolgoztam, Kalocsán egy régibe költöztem be, ahogy eljöttem, felújították, és Baján a régiből mentem rendelkezési állományba. Remélem, hogy itt egy új kapitányság épülete felépül a közeljövőbe. Nagyon is megérdemli ezt a bajai rendőrkapitányság személyi állománya. Másik ilyen pont pedig a térfigyelő kamerarendszer volt. Ennek mi volt a háttere, milyen új eredmények születtek ezzel a rendszerrel? Amikor ide kerültem a városba, akkor azt tapasztaltam, hogy nagyon sok betörés volt, és nagyon sok közterületi bűncselekmény, és mindig szaladtunk az elkövetők után, több-kevesebb sikerrel. Nehezítette a feladatot az, hogy mindig az esemény után kellett szaladni, és elkezdtünk arról tárgyalni, hogy hogyan tehetnénk könnyebbé a felderítő munkát, és az akkori helyettesemmel, Szabó Ferenc Aladás úrral rátaláltunk erre a rendszerre, a kamerás rendszerre. Ez akkor Budapesten 8. kerületben működött, és a 8. kerület statisztikáit elemezve láttuk, hogy a kamerarendszer kiépülése óta jóval kevesebb a bűncselekmények száma a kerületben. Megnéztük ezt a kamerarendszert, utána megkerestük az akkori önkormányzatot, az önkormányzat partner volt, és elindult a rendszer kiépítése. Azóta is folyamatban van, a régi kamerákat már lecseréltük, új kamerák jönnek, sőt, terve van egy szervercsere, és egy olyan 60 kamerás rendszer kiépítése van terve itt Baján. Jelenleg hány kamera van ebben a rendszerben? Jelenleg 21 kamera van a rendszerben. Be is mutattam egyébként ezeket a felvételeket, ezek már
nagyon jó felvételek, tehát bizonyításra mindenképpen felhasználhatóak. Ugye ön június 30-án nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonult. Ez mit jelent pontosan? Milyen feladatokat fog ezután ellátni? A mi rendszerünkben, tehát a rendvédelmi szerveknél 60 éves korban lehetőség nyílik a nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonulni. Ez azt jelenti, hogy a beosztásunkról lemondunk, a rendfokozatunk és az elért címünk megmarad, és a rendelkezésre állunk, de gyakorlatilag a mindenkori nyugdíjat kapjuk, ami korunknak megfelelő, és otthonunkban tartózkodunk, illetve oktatást és tanácsadást folytathatunk a tevékenység, illetve a pihenésünk folyamán. Nyilván én sem akarok teljesen leállni, az oka az volt annak, hogy távoztam a testületből, kértem a engedélyt a távozásra, szüleim idősek, majdnem 90 évesek, és édesanyám nagyon beteg, édesapám látta el eddig, én besegítettem, de ez 24 órás készenlét mellett egyszerűen már lehetetlen. Valamikor én voltam a szemük fénye, odaadtak mindenüket, hogy tanulhassak, most nekik van rám szükségük, és én állok rendelkezésre, és őket választottam, és nap mint nap a most már a gondozásukkal foglalkozom. Nyilván most júliusban meglátom, hogy ez igazából mennyi időt is veszel a szabadidőmből, és hát ennek függvényében majd az oktatásba, a felnőtt képzésbe, esetleg tanácsadásban lehetséges, hogy részt veszek. Ez akkor igazából ezek a tervek az elkezdő évekre és évtizedekre, hogy talán oktassa a következő generációt? Igen, ez terv, de mindenek előtt a szüleimnek a gondozása, hiszen ennyivel tartozom nekik. És nyilván, hogyha marad energiám, akkor az nyilván az oktatás területére fektetem be, és hát ott fogok tevékenykedni. De már nem 24 órába, hanem jóval kevesebb időbe, mint ahogy eddig ezt tettem. Egy kapitányság vezetői beosztás, ez napi 24 órát követel. Nyilván nem 24 óra munkát, de a készenlét az mindig 24 órás. És az szabadságidő alatt is, az ünnepnapon is, mert egy személyi felelősség van. András István ezredes úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és az elkövetkező évekhez pedig jó egészséget kívánunk önnek. Nagyon szépen köszönöm én is. És köszönjük szépen természetesen az eddig elvégzett munkáját is az egész város nevében. Köszönöm szépen, és engedje meg, hogyha megragadjam az alkalmat. Én is köszönöm a bajaiaknak, hogy segítették a munkámat, vagy a környékieknek, mind a két járásban, amelyekben dolgoztunk, és a kollégáimnak is külön köszönetem fejezem ki. Nagyon jó volt velük együtt dolgozni, nagyon eredményesek voltunk, és sok sikert kívánok az utódomnak, Horváth Róbert ezredes úrnak, aki most a kapitányság vezetője lett. Köszönjük szépen, ezredes úr. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, műsorunkat visszanézhetik YouTube csatornánkon is. További szép estét kívánok!